Neked elég közeli a példaképet, hiszen a családban van. Hát igen, az apám a Vosola György, aki többszörös magyar bajnok Szólingban és Findingiben, és olimpiai induló Atlantában. És jársz a versenyeire? Hát, hogyha itt vagyok, mivel hát, hogy nem itt járok iskolában, hétvégeként itt szoktam lenni, és nézni szoktam. Egyszer majd jobb leszel, mint ő? Nem hiszem. De azért meg kell próbálni. Igen, azt dolgozok ezen. Ügyvezető elnöke vagyok a szövetségnek, és alapjában véve én szervezem a nemzetközi oldalról ezt a Zoom világbajnokságon. De a legnehezebb funkcióm az az, hogy a fiam is versenyez, és ez az első versenye életében. És hát ezt szenvedem végig itt a pályán, naponta megnézem, hogy a gyerek hogy tolja el a futamait. Ez nem egy könnyű dolog, de viszont rendkívül jó versenynek lehetünk itt a tanulni, mert ezek a gyerekek annyira lelkesek, annyira harapnak, annyira küzdenek, és szerencsére a magyarok se rosszak. Megítélésem szerint ez a jövő. Ezek a srácok fogják a vitorlás élsport következő generációját alkotni. Hogy tetszik a Zoom 8? Hát én sajnos észrevettem, hogy kicsit nehéz vagyok hozzá, és nagy, de jó hajó különben. Gyors, és olyan embereknek, vagy olyan gyerekeknek, akik OP-ból átszállnak, és olyan 13 évesek körül, azoknak nagyon jó hajó. Mert hát OP-ból lézerbe az így nagy lépés. A mai mezőny a 12 ország fiataljaiból áll, akik 13-tól 19 éves korig találhatók itt a Balatonfüredi világbajnokságon. Európából érkeztek, illetve egy belorusz gyerekünk is van, tehát azt jelenti, hogy inkább a skandináv országok, Dánia, Finnország, Svédország, Franciaország. Megemlíteném, hogy Magyarország 6 hajóval, itt vannak az oroszok, ezen kívül a franciák népes mezőnyel. Erről a hajóosztályról annyit kell tudni, hogy tulajdonképpen az optimist kadett, illetve azt mondanám, hogy az optimist és a lézer közötti osztálynak felel meg. Itt Magyarországon mi ezt a hajóosztályt először látjuk. Azt tudom, hogy külföldön, de inkább a skandináv országokban ezzel már versenyeznek. Körülbelül 1000-1200 van belőle legyártva. Az itteni tapasztalatok alapján olyan gyerekeknek megfelelő hajó, amely korosztály már az optimizmből kinőtt, de még nem ért el a lézernek a megfelelőségét, hiszen itt a gyerekek testi alkati felépítése nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy azoknak a srácoknak, akik kijönnek az optimizmből, egy nagyon jó nevelőhajó lehet. Milyen pályát kell teljesíteni? Itt egy úgynevezett olimpiai trapéz pálya van kitűzve. Nagyon érdekes limitidő van, hiszen a versenyt 40 és 60 perc közé kell beállítanunk, ami azt jelenti, hogy 60 percig, ha nem fut be a vezető hajó, akkor a versenyt, illetve ezt a futamot törölnünk kell. Így ezért a rendezők egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a szélerőtől függően kell beállítanunk a pályát. Ez egyelőre jónak tűnik a szélerő. A szélerő ma igen, most az irányát tekintve vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, hiszen 60 fokos fordulások vannak jelen pillanatban a szélben. Az erejét tekintve is vannak néha kihagyások, 2 és 9 méter per szekundon között változik a szél. Meg kell várnunk egy kicsit, hogy stabilabb legyen. Lézer radiában magyar bajnok lettem idén, és tavaly az osztrák bajnokságot is megnyertem ugyanebben a hajóosztályban. Mit tudsz mondani a vetétársadról? Nagyon erős, főleg HC-ben, szóval egyszerűen elmegy nekem rendszeresen. Én a rejtolásban vagyok jó, és ezzel kell őt megvernem. For every single memory.
nemzetközi vitorlás sportban elfoglalt pozíciónkat mindenféleképpen erősíti, különösen egy ilyen ifjúsági világbajnokságnak a megrendezése, ami ráadásul egy teljesen új osztály, most lesz nemzetközi osztály, ez az első világbajnokságú. Ezek az emberek, akik ezeket a gyerekeket idehozzák, ezek nagyon komoly pozíciót foglalnak el az országunk szövetségében, akár mint edzők, akár mint versenybírók, akár mint versenyrendezők, akár mint szövetségi tisztviselők, és elviszik a hírét annak, hogy a Balatonon milyen jól lehet vitorlázni. Ez a verseny nagyon jól is sikerül, szerencsék van a széllel, ma is nagyon erős szél lesz. Én azt hiszem, hogy az, hogy ide jönnek a nemzetközi vitorlás szövetségek versenyt rendezni, a hajóosztályok, ez idegenforgalmilag is, de sportértékét tekintve is az országnak nagyon jó.